Régen sokkal elterjedtebb volt a fotó, videó nem is nagyon volt. És egyébként ez azért változik, mind fotóban, mind videóban, hogyha, hogyha ügyes vagy, és tényleg ott vagy a felső nem tudom hány százalékba, akkor azért nem vagy olyan könnyen leváltható. Az az érték, amit te képviselsz, az az még mindig ér ö, annyit az embereknek. Halió, sziasztok, üdvözöllek titeket a Jancsó Fotosúli, szenvedjünk a fotózás podcastjének következő adásában. Itt van velünk Császár Szabolcs. Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit. Fotós, videós és tartalomgyártó, van egy fotózással kapcsolatos YouTube csatorna a csatornája, ezt lelinkeltem nektek a leírásba, és két évvel ezelőtt már volt egy közös videónk is. Így van, így van. Úgyhogy azt is nézzétek meg. És a mai adásban arról fogunk beszélgetni, hogy a fotózás és a videózás az vajon rokon szakmák -e, mi a különbség és mi a hasonlóság. Szabit, inkább videóban vagy most fotóban utazol? Hát ez jó kérdés, igazából mind a kettőben. most talán elsősorban videóban, de azért fotós munkáim is akadnak bőven. Az inkább az esküvőzés, ami, ami így a fotózás. A videózás az meg, az meg inkább így a, a többi. Nyilván esküvőből is van bőven videó, de hogy reklámfilmek, tartalomkészítés és bármi még igazából az az, ami így a, a videó. És, itt, itt szerintem egy nagyon fontos dolgot, a szögezzünk le az elén, amit beszéltünk a felvétel előtt, hogy filmezés versus videózás, hogy ez a kettő azért mondhatni hogy teljesen más kategóriák. Igen, hát Mindenki máshogy interpretálja ezt a két dolgot. Az én könyvtáromban a, a videózás az egy, az egy teljesen más dolog, mint a filmezés. Én magamat nem ö, filmkészítőnek ö, titulálom, videós vagyok. Ö, a filmezés az inkább olyan már, ami, aminek szerintem van egy dramaturgiája, és az csapatban is űzik. Tehát az, ott, ott már sokkal kevésbé egy ilyen egyszemélyes. Ö, dolog, úgyhogy én, én, én így tekintek a, a filmkészítésre, de mondom, ez abszolút szubjektív, mindenki máshogy gondolja, van, aki a videózást is úgymond filmkészítésként fogja fel, úgyhogy ez Úgyhogy a videóban szerintem akkor maradjunk annál, hogy az megfogalmazódott bennem a felvétel előtt, hogy a single shooter uh, videós és a single shooter fotós kategóriát próbáljuk meg összehasonlítani, ja, ja. hogy akkor vajon ezek rokon szakmák, mi, mi a közös, mi pedig ami, ami teljesen mondjuk eltér, és hogy a filmezést ezt most vegyük teljesen külön, mert az tényleg ilyen óriási production kategóriája, és akkor a fotózásra össze tudnánk hasonlítani. Szintén mondjuk egy nagy production, amikor valami nagy reklámfotózás, akár 10-20-30 fővel, de akkor a single shootereket hasonlítsuk össze ebbe a... Igen, adásra. abszolút, hiszen én is alapvetően ilyen single shooter vagyok, ahogy te is mondod, tehát a munkáim nagy részét azt egyedül csinálom, úgyhogy... Szerinted, és egy egysza, szavas választ várok, hogy szerinted melyik a könnyebb, a fotózás vagy a videózás? Persze, most végig fogunk menni különböző részleteken, specifikációkon, de szerinted mit sejtesz, mi jön ki a végére, melyik az egyszerűbb, könnyebb? Hát, hogyha mindent összevetünk, akkor talán a fotózást nem könnyebbnek, de ez azért közel sem ilyen egyszerű, nagyon sok kivétel van, ami, ami, ami azért ö, egyensúlyba hozza a kettőt, vagy akár a fotózást hozza ö, ki nehezebb munkafolyamatnak, úgyhogy erre így konkrétan nem tudnám azt mondani, hogy a fotózás, de ha most egy szóban kéne válaszolnom, vagy egy, egy választ kéne mondanom, akkor talán a, a fotózás az az, ami szerintem könnyebb. És én néhány ilyen benyúlok közben, de specifikációt, vagy részletet összeírtam, hogy mi ami alapján én is úgy gondolom, hogy, úgy, hogy a fotózás szerintem a sokkal egyszerűbb. Oké, okay, hogy én mondjuk olyan szegmensben dolgozom, ami pont, egy kicsit időigényesebb, mint a helyszínen, mind pedig utólag. Viszont amikor kicsit belekostolgattam a videózásba, akár most ilyen YouTube videó, kurzusok készítése, vágás, vagy mondjuk a Kronoszal egy-két ilyen magas fps es sok FPS-es felvétel, akkor rájöttem, sokkal, sokkal összetettebb egy, egy két-három perces kisfilmnek, kisfilmnek az elkészítés, akár egy esküvő, tehát most csak a E, Idézőjelben csak ennél maradunk, nem dokumentumfilm kategóriába ö, arról akarnánk beszélni, akkor... Akkor rájöttem, hogy nekünk fotósoknak, mondjuk egy esküvőnél, azért sokkal kevesebb az utómunka, Persze tudom, fotósa válogathatja, de hogy én amúgy egy annak idején, amikor még esküvőket, nagyjából egy nap alatt megvoltam a, a retussal, másfél nap alatt. Azért, ha nem tudom mennyi nyersanyaggal jössz haza egy, videó, egy esküvőfotózásra. Videózásra. Hát, igen, hát változó attól is függ, hogy milyen kamerával veszem fel de hogyha mondjuk egy ilyen standard, mit tudom én, Sony a 7 mal az, az, ugye 100 megabit per szekundumba rögzít, tehát azzal mondjuk egy esküvő átlagosan olyan 150 gigabyte. De mennyi az időhoz? Tehát, hogy az időhoz rögzítős. az, hát az is változó egyébként, esküvőtől függ nyilván, de ezt is így mondjuk átlagban azt mondanám, hogy öt óra. Hú, és az öt órát az végig kell és minimum az, egyszer azt az öt órát azt végig kell nézni. Nyilván erre vannak technikák, hogy hogyan tudod gyorsabban végignézni, hogyan tudsz gyorsabban szelektálni, de de igen, az esküvő videózásban a, a válogatás ez egy nagyon-nagyon komoly része az utómunkának, amivel akár tényleg napok el tudnak menni csak külön a válogatással, és akkor még nyilván összesen raktuk a, a filmet. Igen, és amikor egy külső szemlédőként ezt láttam néhány kollégám, kolléga munka, munkafolyamatát, akkor nézzük, úristen, hát nekem sokkal könnyebb dolgon van, csak, jó, nem azt mondom, hogy csak le kell kattintani azokat a pillanatokat, de azért, ha mondjuk van egy bevonulás, akkor jó eséllyel egy képet megcsinálok, és akkor azt rá tudom húzni, rá szinkronizálom a, a többire. Tehát, hogy azért nyilván a videósoknál is vannak ilyen, hogy lehet csökkenteni a ráfordított időtartalmat, de hogy én úgy látom, nagyon sokkal sokkal problémásabb és időigényesebb a, a, a videózás. És még egy olyat felírtam magamnak, hogy például az nálatok, ugye a vágás, ugye ezek a, a maga a fényelés, azért mégis mondjuk össze is vágod, akkor hogy, miből következik zene, mit vágsz be, miután mit vágsz be, mik legyenek azok Igen. a kis ilyen át hogy is hívják, hogy ilyen át... Ilyen transition vagy áttűnések. Transition, vagy de úgy gondolom, így... hogy egyik helyszíről például átmentek a másikra, ja, ja, ja. akkor kell egy olyan felvételt drónnal egy ilyen átvezetés, hogy a helyszíről mondjuk valamilyen drónos felvétel, igen, tehát, hogy izgalmassá tenni, és hogy a fotóban nem feltétlen annyira eszenciálisak talán. Ezek mindük a videózásban, amikor mondjuk egy esküvőnél templomi felvétel vonulnak ki, a másik képen meg már buliznak. Tehát, hogy nyilván igen, kell igen. valamilyen átvezetés és nem tudom, a fotóból úgy gondolom hogy ez sokkal egyszerűbb. Igen, a videózásban az utómunkában kell egyfajta más kreatív ö, szemlélet szerintem ö, ott, ott tényleg egy, egy sztoriban kell gondolkozni. Tehát ott, ott össze kell rakni valamit azokból a klippekből, ami, ami egy egészet vagy egy keretet fog alkotni, és ezért szerintem jóval több része van, ami, ami, amin végig kell menni ahhoz, hogy ez az, az egész az össze jöjjön egy, egy komplett filmé, vagy egy videóvá, ha már a videózásról. Lesz. Ez ilyen esküvői film. Esküvői film, azt mondjuk én szoktam filmnek nevezni, de ezt sem esküvői filmezésnek szoktam nevezni, hanem inkább esküvői videónak. És a storytelling, az a fotóban is ugyanod, ugyanúgy ugyanúgy ott van, tehát ott is azért, nyilván el kell mesélni a sztorit, a kapcsolatokat bemutatni, és nagyon az esküvőről beszélünk, csak ez egy jó könnyedén megfogható, megfogható példa, a videózása, meg, meg a fotózása, tehát ott is azért a fotóknál ugyanúgy van storytelling, de igen. neked ugye kell azért jó pár másodperc, mire valamiből tudsz dolgozni, nekem csak elég egy pillanat, egy pillanat is. Na igen, ezt akartam mondani, hogy a fotónál talán a storytelling az az adott pillanatban van. Tehát, hogy te azt elkapod azt a pillanatot, vagy nem. A videóban is valamilyen szinten, de ott azért lehet menteni dolgokat. Tehát, hogyha mondjuk nincs meg az adott pillanat, attól még te lehet, hogy azt a, a sztorit, azt egészben meg tudod csinálni. A, a fotóba pedig inkább az van tényleg, hogy ott vagy a helyszínen, hogyha elkapod azt a pillanatot, akkor meg lesz a sztorinak az a része. Viszont hogyha nem, akkor meg mondjuk a sztorinak az a része, az hiányozni fog. Tehát gondolok itt mondjuk egy, nem tudom, tényleg egy gyűrűhúzásra, egy, egy ö, csókra, vagy bármi ilyesmire, most ezek csak példák, de, de ugye azért, ha most az esküvőnél maradunk, ott is azért egy fotósorozatról beszélünk, ahol, ahol azért különböző részekből áll ez az egész, és ö, ott úgymond tényleg ez a, ez a storytelling. Meg az is gondolom, hogy mondjuk egy fotósnak könnyebb dolga van egy eskü, mint a videósnak, ha tőled kérnek valami módosítást, Hú, Na. hogy ez nem tetszik, legyen több mondjuk kicsit az, eskü, mondjuk az esti buliból, Igen. nekem sokat templom, a papot légy váki, nem fontos, akkor neked akkor elcsúszik a, zene, mert zenére vágsz, akkor, akkor a, zenét is ahhoz kell mondjuk tólt. Tehát, hogy nekem meg csak ez a kép nem tetszik, egyszerűen, hogy le a patanásomat, jó, ez is hülye például, hogy szedd le a, valami, egy cigicsiket a földről, oké, pff, kész van, feltöltöm és meg vagyok. Neked azt kiszeded, valamit kell keresni a helyére, nem akarod zenére újra vágni, azt ki kell rendelni, fel kell tölteni. Igen, <laughs> abszolút. Hát nekem, nekem, fotóban körülbelül úgy van, hogy az esküvők 50% a fotó, 50% a videónál és uh, szerintem fotóból még egyszer sem volt olyan, hogy, hogy azt mondta volna a pár, hogy, hogy valamit javítsak. Videózásnál viszont ugye elő tud fordulni tényleg az az, amit te is mondtál, hogy uh, hogy kérnek módosításokat. Nyilván ezt azért lehet csökkenteni, hogyha kellően megismered a párt, és, uh, és egyénre tudod szabni azt, hogy... Uh, hogy neki valószínűleg mi az, ami tetszeni fog, milyen zenék, milyen ritmusban legyen az, az a film megvágva. De ott azért rendszeresen előfordul, hogy mondjuk nem sikerül eltalálni pont azt a, azt a zenét, ami, ami neki tetszik, és akkor kér módosítást, de ugye már össze van vágva az egész film, és arra találni egy olyan zenét, ami, ami tökéletesen passzol a vágatra, az egyrészt szinte lehetetlen. Tehát mindenféleképpen utólag nagyon sok minden dologba bele kell nyúlni. Kezdve a, a vágástól, a, a zene ritmusától, át a, a, a mindenen. Tehát, hogy tényleg ez egy sokkal nehezebb dolog a, a, az utómunka része szerintem ilyen szempontból a videózásnál, mert mert sokkal több mindent tudnak ö, utólag kérni a, a, párok, hogy, hogy legyen ilyen és ilyen módosítás, míg fotónál ez, ez szinte, szinte nincs is jelen. És milyen érdekes, hogy általában mindig a esküvő fotós az mindenféleképpen legyen, az esküvő videós meg csak egy ilyen extraként van esetleg Igen. benne, hogy hát a maradt kis büdzsénk, akkor jó, jöhet videós, de hát a fotó az, az, az eszenciális. Én nem találkoztam, nem voltam olyan esküvőn, ahol lett volna videós, de fotós nem. Igen, én de... találkoztam <laughs> még ilyennel. De fordítva, hogy fotós van, videós pedig nincs, az, az, eléggé megszokott. Szerinted ez miből alakult ki? Mert egy kis highlights, egy kis videó, nem azt mondom, hogy ki kell fizetni, persze nagyon, hogy valakinek van igénye rá, és szeretne egy, egy tényleg nagyon minőségi esküvő videót, esküvő filmet akár, hogy valami miért sokkal fontosabb a fotó, mint, mint a, a videó, vagy az, az kevesebb szer teszik be otthon, hogy na most akkor nézzük meg az videónkat, a fotókat, meg könnyebb kitenni a falra, és minden nap visszaidézni a pillanatot, kevesebb effort kell mögé, vagy, vagy nem tudom, hogy mire, mire mi ennek az oka? Szerintem az oka ennek igazából az, hogy, hogy a videó még nem annyira elterjedt. Még mindig nem annyira, mint a fotó. A fotó az egy ilyen standard dolog, ami ami nagyon sok ideje van. Régen sokkal elterjedtebb volt a fotó, a videó nem is nagyon volt. E, talán ez, hogy, hogy ez az, az valahogy jobban megszokottabb, mint, mint a videó. Ennek ellenére én azt érzem sokszor, hogyha mind a kettőt mit csináljuk, mondjuk a fotót is, meg a videót is, hogy, hogy a videónak valahogy jobban tudnak örülni a párok. Tehát az az érdekes, hogy az, az ugye jobban átad egy hangulatot, Öm, ott, ott van mozgás, ott vannak, öm, nem azt mondom, hogy a, a fotóban is abszolút vannak érzelmek, nem erről van szó, csak a videóban valahogy, valahogy, amiről az előbb is beszéltünk, hogy ott egy jobban össze lehet rakni egy sztorit, egy, egy keretet, jobban meg lehet örökíteni talán a pillanatokat, mert nem csak egy, egy pillanatot örökítünk meg, hanem a pillanatok sorozatát, és ezért én azt veszem észre, hogy a videónak van, hogy sokkal jobban örülnek a párok. Sokkal jobban meg tudják élni újra azt a pillanatot. Így van, abszolút. Talán. Igen, abszolút, abszolút. Tehát az van, hogy ők azt megnézik, és akkor el, elönti őket az az érzés, ami aznap volt. Kicsit most kanyaradjunk el a eskü fotózás-videózásról, bár szerintem nagyon sok példát meg tudunk ezáltal fogni. Ha mondjuk van egy másféle videó, amit kell készíteni mondjuk egy rendezvényről, egy eseményről, milyen sűrűn kérnek módosítás, mert szerintem azért könnyebb, még egyszer mondjuk egy fotósnak a, a, szituációja, mert akár van egy rendezvény, akkor ott megvannak azok a pontok, amiknek meg kell lennie. Tehát, hogy akár valaki beszél, egy átadás, egy készfogás, ezek megvannak a sztenderek, és ezek át vannak adva, akkor ezzel igazából nincs nagyon mit kezdeni. Tehát nagyon jól szerintem optimalizálható ilyen szempontból a fotózás. A videózásban sokkal több talán a kreatív döntésed, amit neked kell meghoz, kitalált, hogy vajon mit tetszett jobban az ügyfélnek. Ebből vágjak többet bele? Vagy abból? Vagy, és ez így érzésem megy, és lehet bejön, lehet nem fotóznál, meg nem, nem, nagyon van ilyen lehetőség, mert tudom jól, mik azok a pillanatok, meg kell lennie, le kell lennie a fotózás, át kell lennie, vagy nincs Lefotózva vagy defókuszos, az probléma. Igen, az <laughs> Jó, gáz. Az gáz, de ha ezek megvannak, akkor akkor nagyon nem, nem jöhet rossz visszajelzés, mondjuk egy ilyen rendezvény, vagy egy, egy hangulatvideo, vagy egy, egy ilyen céges fotózás esetén. Persze, mondjuk átmegyünk ilyen portréfotózás, akkor hogyan hozott ki azt a pillanatot a, a az alanyból, hogy akkor, amit ő meg szeretne mutatni, hogyan tudod az adott fotón megjeleníteni az ő személyiségét. Nyilván ez már csak fotóspecifikus, csak viszont az előzőről, hogy videózásnál úgy, ér, úgy érzem, hogy sokkal nagyobb a, a konfliktusoknak a, a lehetősége. Például, ezt már elmeséltem amúgy a YouTube csatornámon is, a fotós baklövéseim, nem tudom, hogy rész volt pár, hogy elvállaltam egy ilyen. Öhm, étel, videózás, az ételeket, azok teljesen rendbe mentek, mert mit kellett az ételeket lefotózni. Tehát, hogy nem tudtam nagyjából elrontani, szépen befényeltem őket, megmutattam a képet, tetszik, tetszik, körbelőttem, aztán ennyi. Tehát, hogy nincs utána nagyon probléma. Azt akartam megmutatni, hogy étel hogy készül el, de én nekem azt hittem, hogy az ilyen, nem kell, mint egy nószalt no is tudod, hogy konkrétan mi kerül bele, hogyan. Tehát ez, nem egy recept videó, hanem ez egy kreatív videó. És akkor vettem innen, onnan, alulról, fölülről, és összevágtam egy ilyen, ilyen kreatív, kicsit én timelapse-es, ahogy én gondoltam. És a végén kiderült, hogy nekik nem ez kellett volna. És akkor nyilván kezdő is voltam, kommunikációs probléma is volt, meg olyat elváltam, amit ami nem kellett volna, ez volt a videó címe, nem volt jó kommunikáció, csak úgy érzem, hogy sokkal több, minden csu tud, so sokkal több mindenen tud elcsúszni egy videó, mint egy fotó. Ahogy mondtad, a, a rendezvényeknél, ö ott ugye mivel az nem egy ilyen személyesebb dolog, ott amúgy nagyon fontos amúgy, amit mondtál, hogy a kommunikáció, hogy ott sokkal jobban meg tudod mondani, vagy meg tudod beszélni azt, hogy milyen videóra vágynak ők. És akkor ezáltal te, neked megvan, hogy nagyjából mi a koncepció, és akkor már így előre tudsz tervezni, hogy milyen snittek, milyen pillanatok azok, amik neked fontosak. Egy esküvőnél egyébként sokkal kevésbé, tehát ott inkább mész a flow -val. De egy ilyen rendezvényeken ott, ott tényleg ez van, és következő pontunk a technika és felszerelés. Én ugyanazzal videózom, mint fotózom, de hát az én videós szkíjeim, és az én videós, hogy is mondjam, munkafelületem és amit én videózok, azért eléggé szűk. Tehát, hogyha valószínűleg mondjuk esküket videóznék, vagy megrendelésre, talán ez egy, ez egy kulcs mondata, akkor, akkor lehetséges, hogy nem ezzel a felszereléssel dolgoznék. És én úgy látom, úgyhogy nem látok bele annyira pontosan a videósoknak a táskájába, hogy talán a fotósok ezt olcsóbban megúszszák. Jóval egy szerintem. Igen, ez is egy olyan dolog, ami, 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 amiben sokkal többet kell belefektetni a videózásba szerintem, mint a fotózásba, ha bár ugye manapság azért elég elterjedtek a hibrid fényképezőgépek, és amivel mind a kettőt tök jó minőségben meg tudod csinálni, csak hát nyilván a videózás az nem csak a, a fényképezőgépről, meg az, hogy mit örökítesz meg felvételben, nem, nem csak arról szól, hanem hangról, fényről, úgyhogy ezekbe végtelen mennyiségű pénzeket el lehet költeni. Nekem is szerintem a, a felszerelésem, hát én megmerem kockáztatni, hogy 90% az csak, az csak videózásra való, és a maradék 10%-a az az, ami a fotó. Tehát én, én úgy érzem, hogy, hogy egy ilyen alapfotós felszereléssel, a legtöbb munkát meg fogod tudni oldani igazából. És nyilván vannak kivételek, például amit ugye te is csinálsz, az épületfotó, azért ott kellenek tilt shift objektívek, stb. olyan technikák, amik, amik nagyon specifikusak, de hogyha van mondjuk egy jó felszerelésed, ami nem, nem feltétlenül olcsó, nem azt mondom, de abból már, már nem feltétlenül kell utána nagyon sokat beleinvestálni, hogyha már az megvan. Viszont a videónál én azt érzem, hogy ott, ahogy jönnek a technikai fejlesztések is, ott uh, muszáj haladnod egyszerűen a, a korral. Valószínűleg ez fotóban is így van, csak nem ilyen mértékben. Itt van mondjuk a tartomány, ami fotóban sokkal jobb, mondjuk egy a 3 nál csak a Sonic-nál maradunk, bármiben videóban azért így meg van. nem annyira jó, tehát te sokkal nehezebben így húzol így vissza van. bármit a csúcsonyekből, mint mondjuk Igen. én fotóban. Igen, ugye fotóban ró róba fotózol, és az gyakorlatilag elég jó dinamika tartományt lefed, nyilván ez géptől függ, meg szenzortól, de, de videóban pedig, hát ott is van nyilván a ró lehetősége a mai modern kameráknak köszönhetően, de annak meg azért már meg kell fizetni az árát. Nyilván vannak kivételek, Black Magic, ami azért viszonylag elérhető áron van. De azt de, meg nem tudod másra használni. De azt hogy... meg feltétlenül nem tudod másra használni, így van. Tehát, hogy nekem is van egy Black Magic kamerám, amit igazából csak reklámfilmek forgatására használok, és sokszor azt érzem, hogy amikor nincs reklám, meg nincs ilyesmi dolog, például nyáron, amikor esküvőzök csak, akkor ott porosodik szegény, és, de, és, de. és tényleg gyűjti a port. Végtelenségig lehet vásárolni, oké, okay, fotós cuccokat és videós cuccokat is, hogy mondjuk persze külső kijelző nélkül és screen nélkül is meg tudod oldani, hogy majd nézed az áit 3 nak a kis felvételét, de mondjuk, hogy a kis kijelzőjét, de még egy külső rögzítő. És Igen. akkor már röpülnek a százak, akkor egy persze, ilyen abszolút. folyamatos fény, egy ilyen LED panel, ami hát Ugye nekünk elég egy kis kínai vakú is akár, Igen. és viszonylag amúgy majdnem mindent meg lehet Igen. vele oldani, azért mondjuk ha te valamit beszeretnél világítani egy. egy ö, nem tudom, egy. Ö, egy interjúhoz például, mondjuk ez egy jó példa egy interjúhoz, akkor az szerintem sokkal borsosabb lesz a vég a folyamatos Abszolút. fények miatt, mint, mint a villanófény. Hát egy Most interjúval én... ott például attól függően, hogy hány ember ö, interjúztat, vagy interjúzik, attól függően hát ott rengeteg fény kell. És ezek ugye különböző fények, tehát ott nem tudod azt megcsinálni, hogy egy nagy fény. Nyilván azért vannak lehetőségei, de de azért általában több különböző fény kell, ami, amit külön meg kell venni, vagy bérelni. Egyébként a, a videózásban, hogyha már így eszembe jutott, akkor a bérlés az egy, az egy jó opció szerintem, mert a bérlésnek nem olyan vészes az ára, és azt akár át tudod terhelni, vagy át kell, hogy terheld a, a megrendelő oldalára. És, és ez szerintem egy jó opció, hogyha, hogyha jobb minőségbe szeretnél. Hát rökszíteni. főleg, ha mondjuk van valamilyen most átgondolok, vagy, vagy olyan szituációra gondolok, amikor mondjuk van valamilyen kerekasztal beszélgetés, fel kell vetsz, Szabi, ott vannak 5 6-an, mit csinálsz? Hát mindegyiket még be kéne mikroportozni, és igen. azért 5-6-7 mikroport azért ha összeadod ezt így matekba... Hát az ez 500 ezer, tehát a gyakorlatilag attól függ, miért, attól függ milyen miért, minőség, mert simán, simán, de... Elképesztő, igen. Tehát, hogy, és akkor még az csak a hang. És akkor ott van még a fény, ott van a különböző kameraállások, kameraszögek. Kamera szögek, Kamera szögek, igen. Fotóban ezt, mondjuk azt az interjút, mondjuk interjút nem gyakran fotózol. Hát de kell néhány de fotóról, néha, hogy néha azért persze, hogy beszélgetnek, gesztikulálnak, stb. Azt tényleg egy kamerával, gyakorlatilag egy objektívvel meg tudod lőni. Videó... Készítek Videó... jobbról, balról. jobbról, a... balról, kicsit bemozogsz, stb. Hát igen, tehát hogy a videóban ez egy kicsit más, le kell raknod öt kamerát, különböző szögekbe, hat fényt, vagy még többet, különböző mikroportok, Azokat a technikákat ellenőrizni, hogy ellenőrizni. akkor minden rendben nem ez be a, a mikroport, nem merült ne, az, akkumulátor az akkumulátor. szint, stb. Tehát, Kártyán hogy... van-e hely? Igen. igen. Tehát, hogy ez ilyen szempontból egy, 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 szerintem egy sokkal komplexebb, és nyilván anyagilag is egy, egy jóval nagyobb szám jön ki így a végén. A következő pontunk pedig a csapatméret, bár itt fotóban, videóban az elégére, le, le van, redukálva, mert mind a ketten single shooterek vagyunk. Én nagyon szeretek egy asszisztens magammal vinni, enterőr fotózásokra szálloda esetén, hogy amikor viszünk cuccokat egyik szobából a másikba, a vakut, nem vagyunk, nem viszünk túlzottan sok felszerelést magunkkal, de azért mégis ott van egy álványon, egy masszív álványon a gép, ott van egy gurulós társas, ott van az a kis trolli, amit már mutattam egyik videómban, hogy milyen felszereléssel fotózok, amin rajta van mondjuk az Octobox, alul rajta van mondjuk a vakunak a, a pótfeje, meg rajta van mondjuk a virág, amit egyik öm, helyszíre viszünk át a másikba, vagy esetleg a díszpárnák, mert mondjuk nem jött meg a szálloda nyitására. Tehát nekem nagyon jó, hogy ott van mellettem egy asszisztens, meg hát nyilván társaságban ez, ez nyilván jobb. Ott van mellettünk mondjuk a megrendelő is, nézi a fotókat, megmutatjuk, tehát hogy nem, nem unalmas, de mégis jó, hogy ott van velem valaki, aki segít is, és még szórakoztatjuk is egymást napközben. Esküvőnél pedig szintén szerintem nagyon jön, akár mondjuk, ha valaki vaku tart. Én az esküvőket, a burit mindig úgy fotóztam hogy ö, váz, milyen meglepő, vaku kioldó, és a külső AD200, ez egy oktoboxon. Mondjuk uh -huh. a bulit én mindig így fotóztam, és imádtam ezeket a hangulatképeket, hogy így folyamatosan, ö, amikor valamilyen tánctérre mondjuk bementünk, akkor mindig oldalról 45 fokban nagyjából kapott egy vaku villantást éppen, aki táncolt, és nagyon hangulat fotókat lehetett készíteni. Tehát, hogy én, én szeretek így csapatba dolgozni, de itt meg is áll, tehát én nem is gondolkoztam abban, hogy mondjuk ilyen többfős csapatot szeretnék én De felépíteni. Ez a két fő, ez a, ez ez a két fő, jó? Sőt, sőt, amúgy Tóth Balázsral készítettünk pár hónap ezelőtt egy ugyanilyen podcast adást, ahol megbeszéltük ő például a csapatban dolgozik, a csapatban majd egyedül érdemes a fotózások gondolkodni, érdekel titeket, akkor kattintsatok ide valahova. Szóval én ott is azt mondtam, hogy én jobban szeretek egyedül dolgozni, vagy egy asszisztenssel, nem szeretném kiadni egyébként így a munkát a, a, a kezem alól, egy-kettőt néha ki lehet, mondjuk ilyen retusálás, esküvő, portré. Nem tudom, van olyan AI, ami esetleg mondjuk egy esküvői videót összevág? Mert végül is... Videóban én nem nagyon ismerek ilyet, hogy A. ilyen AI, ami, ami mondjuk kiválogatja. Meg, meg nem tudom, ha lenne is, nem biztos, hogy használnám. Mert ott tényleg az, hogy van egy adott pillanat, hogy ez neked mire lesz ö, elég, vagy hogy, hogyan szeretnéd azt használni, azt, azt nagyon nehéz szerintem mego me megoldani egy AI-nak. Aztán lehet, hogy a jövőben lesz ilyen, és, és nagyon örülni fogunk Te neki. egyedül jársz fotózni, videózni, vagy próbáltad már, hogyha valaki ott van, segít, akkor neked kellett. Hát nem például mondjuk egy, bocsánat, egy objektív csere ez fotónál, videónál ugyanígy. Fotónál ugye mindig két gép már úgy az esküvén, mondjuk úgy csináltam egy 35, meg egy 85, és ezzel készítettem szinten mindent, tehát nem kellett nagyon cserélni, de mondjuk akartam volna, valamikor készítem, hogy nagy látot, akkor kellett. De azért videónál azért nem tudom, azért nem két gépváz van az oldalon. Nem, 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 nem. sőt én, én a fotót is egy gépvázzal csinálom, ráadásul én csak ezek, uh -huh. tehát... 20-35-55-85, kb. ez az, amit így esküvőkre szoktam vinni. Én eléggé szivatom magam rendesen, mert... Cserékkel? Mert ugye nem viszek senkit magammal, én általában egyedül esküvőzöm, kivéve akkor, hogyha fotót is és videót is tőlünk érnek, mert akkor a csapatból valaki jön velem, de nyilván ő se tud nekem akkor segíteni, mert ő megcsinálja a saját munkáját. Igen, én, én eléggé megszivatom magam, mert hogyha hirtelen kell egy, nem tudom, egy 35, akkor akkor azt átcserélem, hogyha hirtelen kell egy 85, akkor azt cserélem át, és... De én személy... akkor lemaradhatsz valamiről. Igen, lemaradhatok valamiről, viszont azért szerencsére a sok esküvő, meg a rutin azért azt meghozta, hogy, hogy tudom, hogy... hogy hogy mondjuk a, a, az igazán fontos pillanatok, amik mondjuk muszáj, hogy benne legyen egy filmbe, vagy egy egy pillanat a fotóban, azt, azt tudom, hogy ez valószínűleg mikor fog megtörténni. No, Aztán igaz, nyilván igazán. vannak azok a pillanatok, amikkel nem tudok számolni, de azt meg, az meg nem feltétlen jó, értem, igazad van, hogy tényleg hogy lehet számolni vele, hogy mikor lehet történik. Lehet számolni, hogy... igen, tehát most egy egy szert, egy egyházi szertartásnál ott már szinte minden egyháznak tudom, hogy nagyjából milyen a, milyen a lemenetele, és, és mikor mi fog történni. A, a polgáriaknál is elég kiszámítható, meg már megtanultam gyorsan egyszerűen objektívet cserélni. Úgyhogy, úgyhogy én ezt így csinálom, de ettől függetlenül én egyébként nagyon szeretek csapatban dolgozni. Meg ha mondjuk visszautalok az előző példára, van mondjuk egy ötfős beszélgetés, azt nem tudod egyedül megcsinálni, nem tudsz nem. ennyi kamerára egyszerre ha, persze, figyelni, persze. ez már tényleg inkább egy, -egy production film kategó Igen. nem kategória, production kategória, Igen. hogy nem tudsz ennyi hangsávra, ennyi videóra, ennyi akkumulátorra ennyi felvételre, ennyi fókuszra, mikor valaki elmászik, öt kamera be van állít akkor ez már kameramen operatőr kell, tehát ez a nyilván már más kategória Ö, fotóban, így ilyen csapat kategóriában azért ritkán van rá példa, hogy... Ma, mondom Igen, ezt, hogy valaki ott azt inkább ez dolgozik. a stúdiós dolog, Igen. hogy amit a Tóth Balázs is valószínűleg mondott, Igen. hogy... hogy Sminkes, stb. jó, mondjuk az nem feltétlen közvetlen. Nem tehát a neki olyan, hogy neki van egy full-time retusőrje, Full-time, és, és van még igen, egy, igen. Ö, egy másik fotós, Aha. akinek kiad néha munkát. Nem néha, viszonylag sűrűn, amikor éppen úgy, úgy adódik, igen. Hát ez az ő, ő bizniszterve, és ez, ami neki full-time, és akkor nyilván sminkes vodász ebben nem tartozik. Az, bal, az nem persze. alkalmi, de ez a kettő, ez, ez, ez nem tudom, most full-time, nem full-time, de hogy. Egyébként, ha már erről beszélünk, mert egyébként nekem is elég nehéz így a kiadni a munkát. Hmm. Tehát azért ebben, ebben meg tudlak érteni. Nem tudom, hogy ez miért van így. Lehet, hogy, hogy nem bízok annyira másba, mint, mint hogy magamba, hogy tudom, hogy én hogyan fogom megcsinálni, de azért próbálok nyitni ez iránt, vagy ebben az irányba. Én is azt érzem, hogy a, a saját időm az nyilván véges, és hogyha meg valaki idejét is úgymond felhasználom a, a, munkáimra, akkor nekem több időm lesz akár más munkák után keresni, vagy, 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 promotálni, vagy marketingbe fektetni az időt több munka lehetőség ö, felé. Úgyhogy, úgyhogy én, én amúgy szeretek csapatban dolgozni, ö, például amikor kisebb reklámfilmeket csinálunk, ott, az, ott, ott meg amit te is mondtál, ezek az interjúk, ott nem is lehet egyedül. Tehát ott tényleg ö, minimum ilyen négy-öt ember kell ahhoz, hogy egy ilyen dolog összeálljon, és akkor az még csak egy kis csapat. Tehát, hogy akkor te is mondtad, ez a nagy ilyen production cég, meg ilyesmi, az tehát azok. Több, több tíz, húsz, akár száz emberrel dolgoznak. Tehát, hogy ez a négy-öt ember, ez, ez a tényleg nagyon alap dolog, hogyha mondjuk csapatban ö, akarsz dolgozni a videózás terén, vagy a filmkészítés terén. Nekem szerintem. a delegációval kapcsolatban egy valami kattintotta át az agyamba, hogy ugyanígy voltam vele, mint te, hogy én nem akarom kiadni, mert valószínűleg nem tudja úgy megcsinálni, hogy én, és ez igaz is, de ki veszi észre egyébként azt a kis különbséget, hogy hát az úgy egy picit más, nagyon kevés dolgot delegálok. Én is amúgy ez egy tanulom, és én is ebbe most megyek bele, hogy akkor minél több dolgot ki tudjak szervezni, és ne nekem, ne nekem kelljen megcsinálni. És ami átkattintott az, hogy pénzért tudsz venni időt. Abszolút. De abszolút. fordítva nem. Igen. Tehát ez egy egyirányú utca, hogy oké, okay, kiadom ezt a vágást, adok érte pénzt, és akkor nyerek vele 5 órát. Pénzért vásároltam időt, ha most ezt nagyon leegyszerűsítem, de fordítva már nem tudod megcsinálni. Igen, abszolút. És engem ezt kattintod hát, hogy hú, wow, tényleg. Akkor ezt meg kell tanulniam, hogy kidelegálok Igen. minél több munkát, amit tudok. Nyilván van olyat, amit nem tudsz, de amit tudsz, és valaki meg tudja 70-80 százalékon úgy csinálni, ahogy te csinálnád, akkor, Igen. Meg egyébként vannak olyan munkák, amik, amik nem is feltétlen, amikhez nem is feltétlen szükséges az a kreatív látásmód, ami mondjuk a sajátod. Tehát például én most a, ez a vágókeresek felhívás, ez például pont egy ilyen dologra összpontosul, vagy egy ilyen dolog, dolgot próbál megoldani, hogy egy esküvő válogatást, az például simán simán ki tudom adni, mert ott megvan adva, vagy mondjuk tényleg ez az öt, öt órányi anyagot, azt válogassa le. Tudom én, 30 percre vagy 20 percre, amiből utána egy 3-5-10 perces filmet össze tudok vágni, és ott nyilván meg kell néznie, hogy én mondjuk hogyan válogatok, mi az, ami számomra fontos pillanat, uh, amit majd ő is be fog vágni, de ezt például simán kimerem adni egyenlőre, aztán mondom, én is próbálok nyitni ez ügyben, és próbálok olyan kreatív dolgokat is átadni, amit mondjuk nehezebben ö, merek. Úgy Van, mondjuk. amúgy ezt, ezt mondják át, hogy 70-80 valaki meg tudja csinálni úgy, ahogy te csináld, mert 100 százalékkal nem fog senki nyújtani, mert Igen. nem fogja tudni ugyanazokat a pillanatokat kiválogatni, mint amit te kiválogatnál, de nagyon hasonlókat, és a összkép nagyon hasonló lesz, 78 os átfedéssel, akkor elvileg már ki kell adni. Így van, meg amit, amit te ez. is mondtál, hogy a megrendelő nem is feltétlenül veszi észre, Igen. sőt, még az is lehet, hogy az jobban tetszik neki, mert az egy kicsit a más látásmód. Jobban tetszik neki, mint, a, mint az én munkám, amit én csinálnék, úgyhogy, úgyhogy tényleg szerintem nyitni kell ez iránt, vagy elfelé egy picit, mert mert ez egy, ez egy pozitív dolog. A következő pontunk az a tervezés és improvizáció, fotózás versus videózás tudatában, hogy mondjuk esküvőről sokat beszéltünk, csak ez egy mindig jól visszatérő példa, hogy esküvőn szinte minden improvizáció, vagy a fotózásban egészen biztos, mert Igen. ott előkészületeknél abba a pillanatban lézve a szállodai szobába, vagy éppen a, a, párnak a házába, a hálószobájába, a nappaliában, ahol el kell készíteni ezeket a fotókat, tehát abszolút impro. Igen, De a videózásban is... is igazából ott, amire egy dologra amire tudok gondolni, az a technikai felszereltség, hogy tudod, hogy nem tudom, lesz, lesz nekik uh, fogadalmuk, akkor viszel mikroportot, vagy viszel, hangfelvevő, tehát ezek a dolgok, de ezek, mondom, ezek is, hogyha már van egy setupod, ami megvan, ami biztos, ami mindenre jó, akkor ezt is csak elviszed, és akkor ott improzol ugyanúgy. Tehát igen, a, a, az esküvő az úgymond egy ilyen külön dolog. Az százszerzadék impro. Az szinte százszázalék impro. De ha mondjuk igen. van egy ö, olyan nem reklám, de mondjuk reklámfilm, vagy egy céges imás amit mondjuk el kell készíts. Ott viszont nagyon jól jön, hogy kimész egy terepszemlére, én szállodásért esetén Abszolút. is nagyon szeretek kiállni a terepszemlére, vagy előtte egy nap elmegyünk, hogy ne kelljen mondjuk, ha nem van, nem tudom, Budapest környékén lakunk, akkor le kell menni mondjuk Keszthelyre, vagy Debrecenbe, akkor nyilván nem akarok mondjuk lemenni, előtte egy héttel, a fotózás időpontja előtt egy héttel, hogy akkor most nézzük meg, hanem akkor sokkal jobb úgy, hogy fotózás előtt egy nappal mondjuk kedden és szerdán fotózunk, akkor hétfőn este lemegyünk hatra, és akkor úgy megnézzük a helyszínt, és akkor megtervezünk pontosan, hogy miután mi következik. Tehát én nagyon szeretem ezt a tervezést, hogy odérkezek a szállodában, de végignézem az alkalmazás, ahonnan fog sütni a nap, mikor milyen idő lesz, felkapcsoljuk a lámpákat, oké, akkor innen ezt a slagot most már vigyük el, hogy ne reggel kelljen a, a, korai ö, aranyórába ezzel szarakodni, és akkor minden úgymond flottul megy, és én nagyon nem szeretem, ha nem megy minden flottul. Egy Kicsit, Idő egyre hisztisebb vagyok talán egy picit, de, de <laughs> ami ezek ilyen elvárható dolgok, és csak úgy érzem, hogy talán a megrendelő nem feltétlenül annyira látja rajtam, bár volt már azért rá példa, hogy így, azt nem mondom, hogy elszakadt a cérna, de hogy így ilyen tök alap dolog lett, és az ő érdeke is, hogy amúgy ez így jó legyen, és hogy jól működjön, és hogy flotó menjen a fotózás, már több képet tudunk készíteni aznap. És volt már erre példa, hogy így nem ment annyira flotó, és akkor kicsit már a végén már így Nekem is könnyebb dolgom lenne, hogyha minden jól megy, ez mindenkinek egy win-win szituáció Persze, lenne, de abszalmi. nem ment egyébként úgy, és azért jó egy ilyen terepszer, egy előretervezés, tervezés, <laughs> hogy én pontosan tudom, hogy mi fog várni, be fog sütni a nap, itt rendben lesz, és hogy légy nem tudom, vasoljátok jobban ki az ágy, nem mondom, mert csak az én példám, de szerintem ahányféle fotós, annyiféle téma, és annyiféle ilyen szituáció, de egy videózásnál is, hogyha egy kis hangulatfilmet kell készíteni, vagy egy, egy interjút, vagy nem tudom, mondj még példákat, azért jó, hogyha tudod jól, hogy mivel nézel szemben, nem a videó előtt elkészítés, öt 5 perccel esel be a stúdióba, hogy akkor mit is kell felvenni, fel kell mikroportozni, hova állítod be a kamerádat, mi legyen a háttér, háttérből el kell pakolni, mert kilógna éppen az interjú mit tudom, egyik embernek a fejéből nem tudom, valami hátsó növény, vagy tudom is én, tehát hogy ezeket az nyilván jó, ha tudod ott, ott helyszínen, kapcsolod igen. be. Igen, igen, igen. <laughs> tehát abszolút egyetértek. Ha, igazából ilyen szempontból szerintem a, a videó Leúzás, hogyha, hogyha a tervezés nézzük, akkor nagyon hasonlít a, a nagyobb produkciós cégeknek a, a tervezéséhez, hogyha olyasmit csinálsz, mint mondjuk reklámfilmek, imás filmek, akár kisebb szinten, tehát mondom ez a két-három-négy fős ö, stáb, ö, stábos megoldás. De ott is nagyon fontos ez, hogy amit te is mondtál, a helyszínbejárás, hogy kik lesznek a szereplők, snitlista, konkrét snitlista, hogy milyen kivágásokat, milyen beállításokat fogsz uh, csinálni, mi a, mi a koncepció, mi a story, uh, ezeket összerakni. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos szerintem a, a tervezés. Aztán nyilván vannak, amik, uh, amiket nem kell megtervezni, ilyen nyilván az esküvő, egyébként eseményeket, rendezvényeket se feltétlen kell annyira, tehát ott is inkább mész a flow és, és improvizálsz, de mondom, ezek, amik, amiknél muszáj, úgymond, ez a reklámfilm, imás filmek, ezek, ezeknek kötelező, mert, mert akkor áll össze a, a sztori, akkor lesz az a produktum olyan, amilyennek kell lennie, mert különben odamész, és azt se tudod, hogy mit kell csinálni, nem tudod a koncepciót, és nem fog összeállni a végén az, amit a megrendelő elvárt. Én azt tapasztaltam, hogy egy gondos tervezés azután mindig sokkal jobb végeredményt hoz, mintha lehet volna lehetőségem arra, hogy egy terepszerűen kimenjek és megtervezem, de ellustultam, és azt mondtam, hogy inkább improvizálni fogok, és biztos jó lesz, és akkor az utolsó néhány képnél éreztem, hogy na most találta meg a kompozíciót, de hát megnyertem volna a fél órát, órát, és nem kellett volna X képet elkészíteni, Igen. és ide tudtam volna menni, ha terepszemlőztem volna. És, és a tervezés nem azt jelenti, hogy nem lehet improvizálni, mert egyébként egy csomó olyan szituáció van, hogy betervezel valamit, aztán oda mész a helyszínre, és kiderül, hogy az tökre nem úgy van de az, hogy van egy, van egy alapkoncepció, van egy alapterv, az nagyon-nagyon felgyorsítja és megkönnyíti az egész munkafolyamatot. És az utolsó fejezet, amit beszéltünk, hogy vajon mennyire leváltható a fotózás, vagy a videózás, vagy melyik jobban leváltható, és most gondolkozok a válaszom, és nem feltétlenül tudom megadni. Nyilván a fotóról tudnánk erről egy külön részt is vagy videózás is külön szentelni annak, hogy most mennyire kiváltható, vagy mennyire nem, de összehasonlítás alapján, melyik talán a jobban kiváltható. Talán az emberek könnyebben tudnak fotózni, mert az egy ilyen egyszerűbb Igen. gomnyomás. Ugye a videónak az elkészítése, ott azért vágás, azért mégis egy ilyen egyszerűbb videós, ott van valamilyen valamilyen sztori, tehát hogy az Igen. nem... Én azért azt leszögezném az elején, hogy hogy Ederről erről már más helyen is te is beszéltél, meg, meg is hallottunk ezekről a dolgokról, de azért szerintem, hogyha mind fotóban, mind videóban, hogyha, hogyha ügyes vagy, és tényleg ott vagy a felső nem tudom hány százalékba, akkor azért nem vagy olyan könnyen leváltható. Tehát bármennyire is jön, a, jön fel a technika, a telefonnal való fotózás, videózás, azért, azért lássuk be, hogy, hogy nem, nem leszel leváltható könnyen, mert, mert az az érték, amit te képviselsz, az, az még mindig ér uh, annyit az embereknek. Viszont azt is gondolom, hogy a videózáshoz szerintem több skillset kell. Tehát több fajta dologban kell úgymond jeleskedned, uh, és, és azt, azt látom, hogy, uh, hogy ilyen szempontból talán a videózást azt, azt nehezebb leváltani, mert tényleg, ahogy te is mondtad, a fotózás az csak egy ilyen úgymond egy gomnyomás. Gondolhatják ezt az emberek, Gondolhatják egy gomnyomás. ezt, nyilván mi úgy gondoljuk, hogy ez nem, nem, ennyiből áll, de, de talán, talán azt mondanám, hogy a, a videózás az, amit, amit szerintem egy picit nehezebb leváltani, hogyha hogyha azt tényleg olyan minőségben akarod csinálni, és mert nyilván videózni lehet azért, végül is az is egy gomb lenyomás. Kettő, majd, majd én indítem, mert el mert Így van, hoppá, hoppá, akkor... Most sokkal bonyolultam. <laughs> Igen, sokkal bonyolultabb, de hogy... összekel össze kell vágni. De hogy össze kell vágni, zene igen. Alá. Zene alá. Tehát itt is előjönnek azok, a, azok az egyes részek, ami, ami ugye össz, amiből összeáll egy videó, vagy egy film. És, és ezekhez úgymond valamilyen szinten érteni kell ahhoz, hogy egyedül meg tudja alkotni egy ilyen mm. ö, egész valamit. Úgyhogy, úgyhogy, én ezért gondolom az, hogy, hogy ez, ez, talán nehezebben leváltható, mert ott sokkal jobban kijön a különbség talán az, hogy, hogy tényleg milyen zenét választasz alá, hogyan fényeled be, ö, milyen beállításokat, milyen felvételeket készítesz, mint az, hogy a, a fotó ott, le, ott sokkal könnyebb talán egy elkapott pillanatból tényleg jó képet csinálni, még hogyha nem is értesz hozzá, mint mondjuk egy jó Videófe, videót összerakni, ami minden szempontból klappol. Tehát a zene, a fényelés, a vágás, mindenféle. Azt nehezebb véletlenül jól megcsinálni. Így van. Egy, igen, egy fotót igen. véletlenül és ha jókor vagy jó helyen tudsz igen. készíteni, nagyon jót, úgyhogy nem feltétlenül van mögötte meg a skill. Igen. Egy jó videót, azt azért sokkal nehezebb véletlenül jól igen. összevágni, jó zenével, jó pillanatokkal. Igen, abszolút ezt gondolom én is igen. Szabi, köszönöm szépen, hogy itt voltál, köszönöm, hogy beszéltünk a témáról. Én is köszönöm a meghívást, nagyon szuper volt. Ha nem vagytok még feliratkozva, akkor iratkozzatok fel a csatornára, és ez volt nem tudom, hanyadik része a podcast adásunknak a lejátszása listán. Ha visszanézitek, akkor több ilyen fotózással kapcsolatos beszélge beszélgetést is nézhettek, és hallgathatok is a Spotify-on. Köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Sziasztok! Sziasztok!